ez az első igazán komoly állomása a felmérő versenyeknek. Hetényegyházán a Dobrovisz József és a testvérem, a Lázár Zoltán, ők versenyen kívül is indultak, hiszen azt inkább egy edzésnek gondolták, de itt már innentől kezdve élesbe megy a játék, és hát nagyon izgul mindenki, nagyon várjuk azt, hogy hogy sikerült a felkészülés. És nagyon fontos, hogy ezt a versenyt itt a pandémia idején meg tudtuk tartani, meg tudtuk rendezni, hiszen enélkül nem tudtuk volna sorba állítani a versenyeket, és egy megfelelő felfelé mutató ívet rajzolni, aminek a tetején nyilvánvalóan az Európa-bajnokság, a Budapesti Európa-bajnokság lesz.